A megújulás jegyében nevet és arculatot vált a Debreceni Sportcentrum Sportiskola. Az egy híján 60 éve működő egyesület a hagyományok előtt tisztelegve mostantól a DSI Debrecen nevet használja. A döntés hátteréről, valamint a patinásklub terveiről, illetve a most 20 éves Phoenix Arénáról is szó lesz a következő percekben. A részleteket elmondja Becski András, a Debreceni Sportcentrum Sportiskola ügyvezető igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na hát akkor haladjunk sorjában. Megújulás, arculati elemek, mi indokolta ezt a mostani döntést? Jövőre lesz 60 éve, hogy a Debreceni Sportiskola elindította a munkásságát. Ugye akkor a Debrecen Város Tanácsa hozta létre az akkori DSI-t négy sportágban, és hát úgy gondoltuk, hogy ez a 60 év, ez kellő indok és kellő ünneplésre valók arra, hogy új arculattal, új kommunikációs szlogenekkel fogalmazzuk meg az elkövetkező évek, évtizedek célkitűzését. Ugye az elmúlt évek, itt a különféle sportfinanszírozás, ugye a sport szerkezetének az országos változása miatt is egy picit új gondolkozásra kényszerített minket. Ugye 2010 óta kiemelt stratégiai szerepe van a sportnak az országban, és stratégiai ágazatként definiálta a kormány. Ugye elindultak különféle finanszírozási formák, itt a látványcsapatsportok támogatásától kezdve, a kiemelt egyéni sportágak finanszírozásán keresztül, ugye akadémiák jöttek létre Debrecenben is, labdarúgás, kézilabda, kosárlabda fronton, és ugye ehhez igazítva, ezekkel a szervezetekkel együttműködve fektettük le azokat az irányelveket, amik mellett az elkövetkező években dolgozni szeretnénk. Összefoglalva néhány gondolattal, ezek a elsősorban az egyéni sportágakra vonatkozóan gyermekkortól egészen felnőttkorig történő versenyeztetés, a csapatsportágaknál pedig az említett kiemelt akadémiáknak egyfajta utánpótlás nevelő műhely munkának az elvégzése, és azt gondoltuk, hogy egy új, egy megfrissített arculattal, új kommunikációs szlogenekkel hatásosabban tudjuk majd a munkát végezni. Mikortól lehet majd ezekkel találkozni, hogy úgy mondjam, nagy üzemszerűen? Gyakorlatilag folyamatosan, tehát itt nyilván a weblap, a social médiában, tehát az online kommunikációs térben is már ott ugye véghez vittük ezeket a változásokat, felszereléseken, különféle közvetítéseken, itt majd ahogy a bajnokságok vagy az egyéni sportágoknak a versenyei zajlanak, itt menet közben megfigyelhetők lesznek mindenhol a változások. Hány edző, hány sportoló van most a klubban? 15 szakosztályunk van jelen pillanatban, itt vannak ilyen tradicionális, régebbi szakosztályok, mint mondjuk az atlétika vagy a kézilabda, de vannak új szakosztályaink is, itt vívás, kerékpár, amik ugye az elmúlt egy-két évben léptek bele a Debreceni Sportiskola kötelékébe. Jelenleg több mint 1000 gyermeknek biztosítjuk a napi szintű versenyeztetés, felkészülést, edzésmunkát, és egy körülbelül egy olyan 120-150 kollega, itt nyilván vannak ilyen külsős oktatók is, akik segítik a munkákat tanfolyamokba, úszásba, korcsolyába, tehát egy meglehetősen nagy létszámú egyesületről beszélünk. Tervek, elképzelések, mi az, ami vár most az egyesületre? Ja, most, hogy visszatekintettünk egy picit erre az elmúlt 60 évbe, hogy az azon túlmenően, hogy szinte minden évben, amikor ide is meghívást kapok, és nagy örömmel jövök mindig beszámolni az elmúlt évtized, vagy elmúlt év sikereiről. Ugye azokról szoktunk főleg beszélni, hogy hány arany, ezüst, bronzére, milyen kiemelkedő hazai nemzetközi események voltak. Nyilván ezek is nagyon fontosak, de ami talán azt gondolom az utóbbi évek legnagyobb sikere az volt, hogy országosan sikerült a sportiskolát olyan szintre pozícionálni, hogy a sportiskolák között folyamatosan ott vagyunk a dobogón, és ami talán a legnagyobb eredmény volt az elmúlt években, hogy a vidéki valamennyi egyesület tekintetében a legtöbb olimpikont a Debreceni Sportiskola adta az olimpiai csapatba. Erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és azt gondolom, hogy ezek lehetnek azok a bástyák, amiket szeretnénk szem előtt tartván a jövőre fókuszálván ezeket a céljaikat elérni, tehát mindenképpen egy ott lenni az elitben, mind az utánpótlás nevelésben, mind a versenyeztetésben, illetve az élsportban. Merítési lehetőségek hogy alakultak az elmúlt időszakban? Azt gondolom, hogy szép számmal vannak merítési lehetőségeink. Ugye van egy nagyon népszerű programunk, a Veled Kerek a Világ, egy ilyen nagy sportnap, egy családi sportnap, mely elsősorban az óvodásokra, illetve a kisiskolásokra fókuszál.
itt igyekszünk minden évben bemutatni azokat a sportágokat, azokat a sportolási lehetőségeket, amelyek a Debreceni Sportiskola keretében működnek. Ugye ma már azért elmondható az, hogy rengeteg sportolási lehetőség van a városban, itt a városi egyetemi szervezetek, illetve különféle civil egyesületek között, tehát elég nagy a verseny a gyermekekért, de tulajdonképpen nekünk nem csak az a szempontrendszerünk, hogy mindenképpen a DSI berkeiben folytassa, vagy kezdje el esetleg valaki a sportolást. Nyilván nagyon örülünk, ha minket választ, de legalább olyan fontos azt hangsúlyoznunk, hogy a sportolás, az egészséges életmód, ezeknek az elsajátítása mennyire fontos kisgyermekkorban, mennyire kell, hogy gyermekek folyamatosan sportoljanak. Ugye hisszük, hogy akár a siker, vagy akár a kudarc feldolgozása, ennek elsajátítása a felnőttkori személyiségükre is pozitív hatással van. Tehát nyilván örülünk, ha minket választanak, de ha bárhol elkezdenek sportolni, számunkra az legalább olyan fontos. És hát a városban, hál' Istennek, ahhez a megfelelő infrastruktúra is rendelkezésre áll. Igen. És akkor ezzel kötném át, ígértem egy másik témát is, a 20 éves Phoenix Arena, aki ugye nem ezzel a névvel kezdte 20 évvel ezelőtt a pályafutását. Hát igen, Phoenix csarnok néven került átadásra a létesítmény, majdnem napra pontosan 20 éve, ugye múlt héten volt a pontos születésnapja. Én sikerült azt gondolom, hogy két olyan rendezvényen is megünnepelni, egy Sting koncerttel, meg egy havasi szimfonik koncerttel, ami mind a kettő felejthetetlen élményt nyújtott. Ott is gondolom, volt egy névfrissítés. Így van, ott is volt egy névfrissítés. Hát ugye maga a Phoenix Arena nevet az tavaly kapta a létesítmény, amikor egy ilyen nagyobb ráncfelvarráson esett át. Idén januárban volt ugye a kézilabda Európa-bajnokság, a férfi kézilabda Európa-bajnokság, melynek egyik helyszíne volt a debreceni Phoenix Arena, és itt nagy örömünkre komoly forrásokat sikerült Debrecenbe hozni annak érdekében, hogy elvégezzük amúgy azokat a egyrészt szükséges felújításokat, amiket egy 20 éves létesítménynél meg kell tenni, másrészt meg picit igazítottuk mind a külsőt, mind a belsőt, itt a belső színvilágot, a vizuál, az audiotechnikát azokhoz a követelményekhez, amik ma már azt gondolom elengedhetetlenek ahhoz, hogy akár egy kiemelt világeseményt, vagy egy kulturális eseményt ki tudjon az aréna szolgálni. Na hát addig, vagy eddig ezekből sem volt hiány. Van egy szám, hogy körülbelül mennyi világversenynek adott eddig helyet, és hát ugye remélkedünk abban, hogy hasonlóan sikeres lesz majd a folytatás is a jövő. Így van, hát több tucat, mind sport, mind kulturális események között pont itt a kollégákkal elkezdtük összeszedni, és tényleg ilyen hosszú oldalakat írtunk össze, mert ugye nehéz meghúzni, hogy hol van a sor vége, mert számunkra mondjuk akár egy országos kézilabda magyar kupa, vagy egy kosárlabda magyar kupa döntő is legalább olyan örömteli esemény, mint hogyha egy Európa bajnokságot, vagy egy világeseményt tudunk az arénába hozni. Úgyhogy én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy nagyon hosszú volt ez a lista, mind sport oldalról, mind kulturális oldalról, itt tényleg a Iron Maiden-en át, Bryan Adams-től kezdve, Joe Cocker-en át, itt számos világsztár megfordult, akik biztosan nem jöttek volna Debrecenbe, hogyha nincs egy ilyen csodálatos létesítmény, és nagyon bízom benne, hogy itt még nem vagyunk a sor végén, még közepén se, hanem majd még rengeteg-rengeteg világsztárt, illetve rengeteg sporteseményt tudunk majd a Phoenix Arénába hozni. Ha már sportesemény, a zárszó, a közeljövőben mire készülnek? A jövő év első felének lesz, azt gondolom, egy kiemelt eseménye az U19-es férfi kosárlabda világbajnokság. Így gyakorlatilag már az elit, tehát közvetlenül a felnőtt korosztály alatt lévő elit látható, akik már nagyon magas szinten űzik ezt a sportágat. Többek közt azért is gondoljuk ezt így, mert már rengeteg olyan játékos ügynök, megfigyelő jelentkezett már most be, akik nyilván azért jönnek ide, hogy a jövő év világsztárjait akár az NBA-be vagy a kiemelt európai topligákba is levadásszák ezeket a fiatalokat. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy ismételt, egy nagyon színvonalas sportesemény lesz majd, ezzel fogjuk a nyarat elkezdeni. Hát akkor a 21. szülinap is emlékezetesnek ígérkezik. Becski András, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget. Eddig tartott ma az esti közelkép. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.